pedig rögtön egy gólszerzési lehetőség, és mellé pattog a labda a lövés után. Nekár, lassan lövő helyzet. Nekár, ő is vállalja. Erre lépett Albert. Asztalos, legaktívabb játékos Szilágyi Péter futtatja a bal oldalon. Szilágyi, nagyot esik. Nem tovább. Rezes indul el a bal oldalon. Volna, vissza a lövésre, és Hornyák, óriási helyzet, mellé ment a labda. Todor vissza, Nekár fejeli le, kapja meg a fejes után. Ez meg egy remek labda Rezesnek, Rezes lő kapásból mellé. Szép jelenet megint a 19. percben. Kesztyűs. Nejovics unta meg, és elvállalta. Jó 40-ről. Szabad ember középen nyilas személyében. Tisztán vehette át. És dobja ki a jobb oldalra Damásdihoz. Érkezik a beadás, Fodor. Lejelte ki szögletre. Ez jó lehet. Hornyák kapta ajándékba az ellenféltől. Hornyák jó a csel, és aztán próbálta ott a kapus mellett ellőni. Nagy vetődés Tulipántól, és kavarodás végén nem sikerült begyötörni a labdát. Csillus. Csillus viszi keresztbe, Kesztyűs. Elvállalja el messziről, igen. Mellé ment a labda. Kártik. Kártik elindul befelé, Kártik. Míg jó a passz, Hornyák lövi. És fogja a vendégek kapusa. Remek labda. Kesztyűs. És Kesztyűs mehet, Rezes a balon. Kesztyűs, jó a csel, Kesztyűs ellövi, fogja a kapus ezt is. Középre tartanak ezek a lövések. És lefújja a játékvezető az első félidőt. Szabad ember a jobb oldalon. És ezt elő is lőtte. Nekár. Szépek a cselek, Nekár tovább. Ott a lövőhelyzet, kipattanó, és Hornyákat elsodorják. Hát ez erősen büntető gyanús. Jön a fejes, és majdnem öngól. Jovics. Kártik. Ez jó labda, Nekár. Ott a lövőhelyzet. Áj. Ezt talán el kellett volna vállalnia. Rezes ellövi, hatalmas bomba, és egy bravúros tulipán védés. Damásdi. Fejes, és jól fogja meg. Farkas íveli be. Hornyák lőtt volna, Csillus lő is. Nánási fejelte le. Hornyán kapja vissza ötvös, eddig gyönyörű akció, és ötvös Bence egyedül vezetheti kapura. Ötvös elviszik előle az embert, ötvös áthámozza magát, nagyot esik. Nincs büntető, örült a labda. Szilágyi, visszakurítaná. Farkasnak kéne kifejelnie Sándor István, ott van a oldal előtt, és aztán jól felszedi a labdát. És kipattan Jomáról, aztán még egy hatalmasat, egy kapufa, és aztán bekotorják. Peres a gólszerző. Második félidő 43. percében. Ez pedig így egy újabb helyzet, és újabb zicser. Jova hatalmasat fogott. Már a ráadás, ötvös, nincs les. Ötvös, jó a csel, és aztán felérő. Vagy inkább mellé, sőt, ki sem megy a labda.
Ez jó, ott a helyzet, Rezes leveszi, ötvös inkább vissza, Rezes sarokkal. Tekár íveli be a labdát, ez így nem volt jó, és üres a kapu, Jova igyekszik ugyan vissza, valakinek oda kellene állnia, és begurul le a labda, begurult. Saját térfeléről Nyilas begurította a labdát, és ezzel Cegléd megnyeri a mérkőzést. Berohant mindenki ünnepelni. Nyíregyháza Spartacus Cegléd 0-2, ez tehát a végeredmény.